Erkölcséről híres, de békében, uram, békében nem voltunk gazdagok. De én uram, nem tudom elhagyni magamat soha, soha. A feleségem sem biztos, elhagyott. Most három sofonya gyermek, három álva gyanú, kis gyanúza. Csak olyan sötét vagy te,
nekem az az álom, és tudod, hogy szeretlek, és végül el is fogok veled menni el. Igen, korán meghonosodott, te Riestben és Rio de Janeiroban. Szent madara a Rigó, szent állat a kutya, amit a mai bod Rizó bőre. És azt mondja, hogy Marcella Dovna ügyeit, és ha risnyáim elfordom, és még az ezüst kanalokat is ellop. A vádlott gyanúsan viselkedett. Beszélj el, hogy a vádlottal hol is, mikor ismerkedtek meg. Voltam a bátor, mélyen tisztelt Özsegés urat. Önök bizonyára emlékeznek a Hoppi család mélységes szomorúságára, hogy gyászára nemes ház a Hoppi ház híre messze terjed. De ha én Hoppi Lőrinc, személyadonosság szerint sajnos, de társadalmilag pingelés görbő. Beszéljem a vádlottról. Tiltakozom, én nem mondtam Ricsi Pancsot, ne értsd! Mit akarnak ezzel a... És akkor csend. A nagy csend. A nagy-nagy csend. A nagy-nagy-nagy csend. Jó, köregyes úr! Sőn, köregyes úr! Rosszul énekli, hallja, hé! Azt úgy kell énekelni, hogy sokor ugye jó volt? Az én nótám úgy éneklem, ahogy én akarok. Autó! Autó, autó! A hölgy azt kiáltja, au, aztán a tócsára mutat, és azt mondja, tó! Autó! Automobil! Igen, gépkocsi, autóval! Én rakítottam a nagyja bájra, hagyja bájra, hajra! Kikulat, de hajra, mene, hova rakona! Látta, urunkki! Mi a te, urunkki? Mi a te, szepatáj? Thank you.